Szeret az Isten, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, úgy, ahogyan Pál apostol is köszöntötte az övéit. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük az Istent Zsoltár énekléssel, és énekeljük a 25. Zsoltár első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Dicsérjük tovább Istenünket énekszóval, és énekeljük a 165. dicséretünk első 3 versét. A 165. dicséret első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, lelkünk épülésére, hitünk erősítésére olvasom Isten szent igéjét, úgy, ahogyan az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében, a 9. fejezet első 10 versében, valamint a 17-től a 20. terjedő szakaszban így. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és levelet kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálemben. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás, az Úr megszólította őt látomásban. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelen neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, minden nehézség ellenére úgy szólunk hozzád imádságban, hogy közben hálával van tele a szívünk. Köszönetet mondunk neked, amikor arra gondolunk a mai délelőttön, hogy milyen nagy a te kegyelmed. Köszönjük neked áldásaidat, amellyel elhalmoztál bennünket az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy vezettél minket igéd és lelked által, és megköszönjük most neked a nehézségeket, a megpróbáltatásokat is, amelyekkel megerősödhettünk a hitünkben. Kérünk Istenünk, hogy tedd áldottá ezt a mostani alkalmunkat is. A te lelked által tégy készé bennünket a te igéd megértésére és befogadására egyaránt. Így áld meg most Isten tiszteletünket, így áld meg igére figyelésünket. Amen. Szeretett testvéreim, készüljünk Isten igéjének hallgatására énekszóval, és így énekeljük a 161. dicséretünk első versét. A 161. dicséret első verse így kezdődik, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostol Filippiekhez írott levelében, a Filippi levél 3. fejezetében, a 3. fejezet 13. és 14. versében. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Jézusban adott jutalmáért. Eddig Isten írott igéje. Azt hiszem, hogy most minden igét hallgató testvérem nagyon szeretne azonosulni Pál apostol szavaival. A mögöttünk lévőt végre elfelejteni, az előttünk lévőt pedig erős határozottsággal megcélozni és elindulni az úton. Olyan időket élünk, testvérek, manapság, amely alaposan próbára tett mindannyiunkat, és tesz mind a mai napig. A testi és lelki egészségünket egyaránt. És ráadásul még nincs vége. Azt rebesgetik, hogy most jön még a java. Ahogy telnek a napok, a hónapok március óta, egyre több körülöttünk a kétségbe esett, a megkeseredett, a magányos ember. Ezt átérezzük mindannyian. Megértjük, hiszen embert próbáló időszakot élünk most. Emberi okoskodással nem is tudok, de talán nem is lehet olyat mondani, ami valamilyen kapaszkodót nyújthat nekünk egy olyan kilátástalan helyzetben, mint a mostani. Emberi okoskodást nem, de Isten megnyugtató bölcsessége tud nekünk ma is kapaszkodót adni. A mi Urunk ugyanis pár szavain keresztül arra hív most bennünket, hogy lehetnek a körülmények elszomorítóak, de a keresztjén embernek nem kell, hogy a körülményekhez mérje a létét, meg az életét. Tanuljunk most, testvérek, a hibáinkból. Merítsünk azokból, és alakítsuk mindezeket lendületté, erővé az előttünk álló időszakra. Pál apostolról azt olvastuk, hogy rájött arra élete egy pontján, hogy amit ő jónak gondolt, az Isten szerint nem volt az. Amit pedig rossznak gondolt, az pedig Isten szerint jó volt. Az előbb felolvasott igében ezt mondja: testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Én biztos vagyok benne, hogy valamennyire mindannyian ismerjük Pál apostol életét. Tudjuk, hogy az tele volt harccal, meneküléssel, nehézségekkel. Onnan indult, mint keresztjén üldöző, és lett belőle keresztjén üldözött. Ismerjük a híres pálfordulásnak a történetét a damaszkuszi úton, lekcióként ezt olvastam a testvéreknek. Tudjuk, hogy egy ideig az volt Pálnak a célja, hogy Krisztus követőit elpusztítsa. Később pedig az, hogy mindenkit Krisztus követőjévé tegyen. Én merem feltételezni, hogy a igét hallgató, az ige hirdetést hallgató testvérek között senki nem emlékszik vissza arra, hogy véres keresztjén üldözéssel foglalkozott volna. Azt viszont megmerem kockáztatni, hogy mindannyiunknak van olyan, amit szeretne letenni, amit szeretne elfelejteni a múltjában. Nem csak azért, mert az beárnyékolja a jelent, hanem azért is, mert az nem enged tisztán tekinteni a jövőbe. A félelmek, a kétségek, a borúlátás beárnyékolják az életünket, és ez szörnyű érzés. Milyen lehetett Pálnak, testvérek, akinek az egész fiatal kora egy elit társaságban telt? Tisztelték őt, felnéztek rá, végezte is a feladatát, aztán egyik pillanatról a másikra elkezdte mindennek a szöges ellentetjét csinálni. Képes volt elfelejteni azt, ami mögötte van, és nem tett többé fel róla magának kérdéseket és emlékeket. Képes volt, testvérek, újat kezdeni, amit aztán akkora lendülettel kezdett el, ami megint csak irigylésre méltó mindannyiunk számára. Mi lehetett az ő titka?
Mit tanulhatunk Pál apostoltól a mai délelőttön? Ezt szeretném egy kicsit megvizsgálni a következőkben. Az első dolog, amit látnunk kell, az az, hogy Pál apostol mert emlékezni. Mert emlékezni pedig eléggé kínos a múltja. És nem csak a jó dolgokat szűrte ki magának, hanem a rosszakra is visszamer emlékezni. Emlékszik a bukásaira, a tévedéseire, mert ő hívő emberként nagyon jól tudja, hogy azok nélkül nem lenne most az, aki. Ha Isten nem enged az életünkbe itt-ott egy-egy bukást, egy tévedést, akkor tele lenne a világ testvérek elbizakodott keresztjénekkel. Talán még így is vannak, hogy hibákat sorra követünk el. De hogyha hittel tekintünk az életünkre, akkor rá kell jöjjünk, testvérek, hogy pontosan ezek a hibák tesznek azzá bennünket, amik és akik vagyunk. És megjegyzem zárójelbe, ez így is fog történni életünk utolsó napjáig. A fontos kérdés az pedig az ezzel kapcsolatban, hogy ezeket megmerjük-e élni. Merjük-e ezeket vállalni Isten előtt? Mert hogyha Pál apostoltól akarunk tanulni, akkor tudjuk azt, hogy ő bizony ezt tette. Pál apostol rádöbbent, hogy eddig a saját feje után ment, amiben belebukott. De Isten megszólította, és talált egy olyan utat, egy olyan alapot, amelyre rájött, hogy nyugodtan rá lehet építeni az életét. Ennél a pontnál hátra tekintett, és látta, hogy mit tett eddig. Érezte, hogy valami nincsen rendjén. Újat kezdett, sok-sok erőt fektetett abba, hogy megtanulja az Isten útján való járást. Testvérek, vajon mi valósul meg a mi életünkben abból, ami itt Pál apostolra jellemző? Mert emlékezni, és ezután mert ebből tanulni? Hányszor vagyunk mi is így, mint Pál, aki maga akarta eldönteni, hogy mi az Isten szerint való jó. Pontosan ezért cselekedte, ami nem volt jó, ami nem volt helyes. Pálnak az egész életútja legyen egy bátorítás most számunkra. Azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem, de futok Isten segítségével egyenest, nyílegyenest azon az úton, amit ő kijelölt számomra. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a második lépés. A második, amit megtanulhatunk Páltól, hogy egy elhatározás született meg benne. Azt mondja, hogy egyet cselekszem. Eldőlt a szívében, hogy többé senki másnak nem akar engedelmeskedni, egyedül az élő Istennek. Innentől kezdve félredobja az apostol a vágyakat, a terveket, amelyeknek eddig élt, és helyette Isten akaratát helyezi előtérbe, az ő tanácsát hajlandó innentől követni. Mi is így vagyunk, testvérek, életünk során rengeteg jó tanácsot kapunk emberektől, meg néha nem annyira jókat is, mert a másik is ember és tévedhet. De igazán olyan tanácsot, ami Isten szerint való, hát az csak Isten adhat. Őt kell kérdeznünk, tőle kell érdeklődjünk, hozzá kell forduljunk tanácsért. És ha valaki elhatározza, hogy semmi más nem akarok, mint végig futni azon az életpályán, amit Isten kijelölt számomra, az csak akkor működhet, testvérek, hogyha a régit elfelejtem, és csak erre az egyre figyelek. Nem lehet második lépést megtenni, nem lehet az elhatározást megspórolni, mégis azt látom, hogy nagyon sokan ezt teszik. Meglátják Isten igazságát. Megízlelik, hogy hát eléggé csábító és édes élet ez, amit az Úr kíván. Tetszik is nekik, aztán mégis eltérnek attól egy idő után. Az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint a magvető példázata. Ismert a történet, amikor a mag szárba szökken, de nincs alatta elég termőtala, és elszárad, mielőtt ki tudna bontakozni. Az ilyen ember is hamar elfelejti az Istennel való találkozást, és enélkül fut tovább. Ha pedig Isten nélkül akar valaki futni, az legfeljebb futkorászás lesz, össze-vissza, hol ide fut, hol oda, látunk ilyet elég sokat. Az a baj, hogy így az emberre rádől az egész élete, testvérek. Úgy, ahogyan Pálra is rádőlt ott a damaszkuszi úton, amit felolvastam a testvéreknek. Üldözni Krisztus követőit, és közben azt gondolni, hogy ő milyen jót tesz Istennek. És rádől az egész élete, ráborul minden, amit eddig épített, amiben eddig hitt.
Azt hiszem, hogy jót teszek, és közben szörnyű dolgokat cselekszem Isten előtt. És Pál abban a pillanatban meglátta önmagát, bűnbánatot tartott, és innen kezdődött igazán a változás az életében. Én azt látom, hogy ez kell nekünk is, hogy meglegyen az életben ez a fajta elhatározás, amiről itt beszélek. Annál világosabban látjuk ezt, testvérek, minél inkább meglátjuk a saját sötét indulatos oldalunkat. Ehhez pedig önismeret kell, sokszor fájdalmas szembenézés önmagunkkal. Pálban eldőlt, hogy csak azt akarja cselekedni, amit Isten a kijelölt pályán adott neki. Azért mondja, nem mondom, hogy tökéletes volnék, nem mondom, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami az istentelen múltat illeti, azt mögött hagyom. Ami pedig feledésre méltó, azt elfelejtem. És ez nagyon fontos. Olyan sokszor érezzük, testvérek, hogy kísért bennünket a múlt. Kísértenek régi elkövetett bűnök meg vétkek. De jegyezzük meg egyszer és mindenkorra, hogyha elhatározom azt, hogy Istennel élek tovább, akkor a múltat hátra hagyom végleg. Talán ismerik azt az ige szakaszt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó Isten országára. Amit Isten odaadott elém, mint célt, az teljes erővel nekifeszülve akarom végigfutni. És Pál apostol Krisztus jó futója akart lenni. Ennek rendelt mindent alá az életében. Ezért fejlesztette magát, ezért tudott később felejteni, amikor felejteni kellett, azért emlékezett, amikor emlékezni kellett. Nagyon fontos pontjai ezek Pál életének is, de a mieinknek is. A Krisztusban bízó embernél, testvérek, ez tényleg így kell, hogy működjön. Emlékezik, amikor emlékeznie kell, és felejt akkor, amikor felejtenie kell. Azt mondja, hogy a mögöttem lévőket elfelejtve. Nagy ajándék az, hogyha valaki ezt meg tudja érni az élete során, és eszerint tud élni. A kérdés megint az, hogy bennünk ott van-e az elhatározás, hogy ami nem Isten szerint való volt az életembe, azt lerakom, azt leteszem és elfelejtem. Azt itt hagyom nála, ami mögöttem van, a kudarcok, a félelmeim, a rettegés, azok kerüljenek Isten kezébe. Maradjanak itt a rossz szokások, minden, ami nem kell, hogy tovább jöjjön az általa kijelölt úton. Pál nagyon jól tudja, hogy messze van még attól, hogy ő tökéletes legyen. De ez nem elkeseríti őt, hanem ez bátorítja őt. Ahhoz viszont, hogy idáig eljussunk, testvérek, szükséges, ismét mondom, az elhatározás. És az erre az elhatározásra épülő harmadik lépcsőfok, az utolsó pontunk, hogy ezek után lépni ismerjek, ne ragadjak le ennél a pontnál. A harmadik azt jelenti, hogy aki Jézussal fut, aki Istenhez szabja az életét, és ahhoz szabja mindent, ami van a körülötte lévő világban, annak lendületből és erőből tovább és tovább kell mindig lépnie. Mert a hívő ember az Istentől kapott erővel és erőből élhet. Azt, amit olvas a Szentírásból, azt, amit hallgat egy ige hirdetés során, azt, amit üzen neki az Úr a csendes óráiban. A célunk az mindannyiunknak, hogy betöltsük az ő akaratát. A célunk a gyümölcstermés. Ami bármely meglepő, testvérek, egy jobb élet megélését jelenti mindannyiunk számára. Hogy mit akar Isten az életünkkel? Világosan beszél erről a Szentírás. Ő azt akarja, hogy boldogok legyünk. Azt akarja, hogy szeressünk. Azt akarja, hogy tudjunk megbocsátani. Azt akarja, hogy reggelente ne arra vágyjunk, hogy mikor lehetünk végre este megint az ágyunkban, hanem hogy vágyakozással egy új napot kezdhessünk el minden egyes reggel, amit ad nekünk. Mert az tele van új küldetéssel, tele van új feladattal és tele van új csodával, amit Isten alig vár, hogy ezt átélhessünk vele együtt. Hát melyikünk ne vágyna ilyen életre, testvérek? És Pál apostol megosztotta velünk a receptet. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Én kívánom, testvéreim, hogy tudjunk emlékezni, amire emlékeznünk kell. Kívánom azt, hogy felejtsük el, amit el kell felejtenünk. Hozzuk meg az elhatározást, és fussuk meg azt az utat, amit Isten adott és rendelt nekünk.
Én hiszem azt, hogy egyedül ezzel a gondolkodással, ezzel az elhatározással, Isten akaratának elfogadásával leszünk képesek neki tetsző módon élni a következő, a ránk következő időszakban is. Így legyen. Amen. Feleljünk Isten megszólító szavára, énekszóval. A 165. dicséretünk 4. versét énekeljük el. A 165. dicséret 4. verse így kezdődik. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked mai üzenetedért. Hálásak vagyunk, hogyha megértettük azt, hogy nem kell a múltunkat magunkkal cipeljük, hanem elengedhetjük is, helyette te megtöltöd életünket új célokkal és új csodákkal. Istenünk, segíts elengedni, és segíts felejteni nekünk. Segíts meghozni azt az elhatározást is, add, hogy azon a pályán tudjunk futni tovább, amelyet valóban te készítettél el számunkra. Kérünk, hogy add nekünk azt, hogy bármi is vár ránk a következő időszakban, azt tudjuk tőled hittel elfogadni. Tudjunk hozzád méltó módon élni. Adj nekünk látást, hogy észrevegyük majd a következő időben is a szükséget szenvedőket, akár testi, akár lelki értelemben szenvednek. Így gondolunk most imádságban azokra a testvéreinkre, akik valami miatt nem tudják hallani a te igédet. Így imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, a magányosokért. Így hozzuk eléd azokat, akik a gyász terha alatt roskadoznak éppen. Istenünk, minden szükséget szenvedő testvérünkért fohászkodunk hozzád. Te légy az ma is, aki bekötöz, aki gyógyít és aki felemel. Kérünk, hogy áld meg az előttünk álló napokat, a munkánkat, a szolgálatunkat. Jézus Krisztusért kérünk erre, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, hogy tudjunk közös dolgainkról, hirdetem szomorú szívvel a testvéreknek, hogy dr. Adorján Gusztáv Tamás, a Nyíregyházi Megyei Kórház főigazgatója, önkormányzati képviselő, egyházkerületünk főgondnoka, Nyíregyháza díszpolgára október 21-én életének 67. évében örök nyugalomra tért.
Temetése november 11-én, szerdán 12 órakor volt a nyíregyházi északi temető főravatalozójában. Temetése időpontjában megszólaltak az emlékezés harangjai. Szeretete és emlékezete legyen áldott. Szomorú szívvel hirdetem, hogy halottunk van. Szűcs István, Gagarin utca 36 szám alatti lakos, 75 éves korában hunyt el. Temetése november 16-án 13 órakor lesz a rózsatemetőben. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló szívekkel. Hirdetem, hogy gyülekezetünkben eltemettetett Pálffy Sándor, Libazug utca 38 szám alatti lakos, 85 éves korában. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családdal. Hirdetem a testvéreknek, hogy a koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. Kérik, hogy további intézkedésekig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmakat. Ennek értelmében gyülekezetünk is szünetelteti az áhítatok, istentiszteletek, bibliaórák tartását. A gondnoki hivatalban hétfőtől csütörtökig 8-tól 14 óráig, pénteken pedig 8-tól 12 óráig tartunk ügyeletet. A veszélyhelyzetben heti 4 alkalommal közvetíti a Békés TV istentiszteleteinket. Korábbi alkalmainkat láthatják hétfőn 17 órakor, szerdán 10 órakor, szombaton 17 órakor, vasárnapon pedig a megszokott időben 4:10-től közvetítjük majd az előző napokban felvett alkalmakat. Reggeli áhítatainkat a Békési Református Gyülekezet Facebook oldalán fogjuk elérhetővé tenni. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora ebben a helyzetben is. Amen. Szeretett testvérek, Isten áldásának elfogadására készülve a megkezdett 165. dicséretünk folytatásaként dicsérjük Istenünket, a 165. dicséret 5. és 6. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelki képpen.
Végezetül fogadjuk Isten áldását, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy a ti egész valótok, mint lelketek, mint testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békességet kívánok!